Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, a második kérdés, hogyan érzi magát, a harmadik kérdés pedig úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Mielőtt mutatnám, hogy mit közölnek a kártyák, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy minden hónapban, így hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom, ezt e-mailen keresztül megrendelheted. Minden hónapban van egy havi téma, egy asztrológiai előrejelzés, minden hónapban bemutatok egy havi angyalt, és minden hónapban van egy kedvezményes jóslás indiai asztrológiával együtt. És most megtekintjük azt, hogy mit közölnek a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt megjelennek a csillagok, ami szerencsét hoz, tehát vannak nála jó gondolatok, ötletek, tervek. Ez jelenti a bizalmat is, hogy ő bízik abban, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Amit még jelent, az időpont, megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, így figyelgeti az eseményeket, és tenni fog valamit ennek érdekében, hogy ő a megfelelő időben, a megfelelő helyen legyen. A kép utalhat spirituális témákra is, hogy ez érdekli őt. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt látható a könnyűség, a levegő eleme, lesznek változások, és ott van a madár csőrében ez a négy levelű lóhere, ami szerencsét jelent, tehát nem csak a csillagok jelentik a szerencsét, hanem a négy levelű lóhere is, és itt lesz egy szerencsés fordulat. Mit fog tenni? Keresi a kapcsolatot veled. Az is lehet, hogy tervez egy eljegyzést vagy házasságot. A gyűrűk jelenthetnek bizonyos szerződéseket is. És most megnézzük azt, hogy mi fűz össze benneteket. Az életút, a jövő. És itt van egy szép jövő, hiszen ez az út kivirágzik. Vannak gyönyörű tervek, elképzelések, sőt lehet egy házassági ajánlat is. Látható a szerencse, és egy szép jövő. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!